Azonnali permetezésbe kezdtek a gazdák a szerda esti jégeső után, hogy megakadályozzák a sérült növények gombásodását, megbetegedését. Az Orbán napján érkezett szupercella és jégeső hatalmas károkat és fejtörést okozott a térségben gazdálkodóknak. Fizikálisan ugye leütötte a hajtásokat, a leveleket, ugye a levélzetet károsította. Szilágyi Tibor épp a szőlőt ért károkat mutatja stábunknak. Azt mondja, első ránézésre legalább 50%-os kár érte az ültetvényeket, de az árpa, kukorica és a napraforgó is nagyon megsínlette az elmúlt időjárást. Sajnos ezek a fizikai sérülések olyanok, amik sok esetben már nem korrigálhatók. Nyilván a gazdatársak kint vannak tegnap reggel óta felmérni a károkat növényorvosokkal, hogy miként lehetne permetezéssel mérsékelni a károkat, de a kukorica napraforgó, illetve a szőlőben a hajtások esetén, amit a jég elvert, amit eltört, az idén már nehezen fejlődik vissza. A sérült növények nem csak kevesebb termést adnak majd, de a minőségük is rosszabb lehet. Ebben a barackosban nem egész egy hete járt stábunk, akkor arról számoltunk be, hogy idén kiváló barack termés lesz, mert nem érte a fákat fagykár. Ugyan barack lesz, de korán sem olyan minőségű, mint amire akkor számítottak. Ilyenkor az embernek a szíve nagyon fáj, mert nem csak az anyagi kár az, ami nagyon fájdalmas tud lenni, hanem az a kár, amit a fák elszenvednek ilyenkor. És ez az ültetvény most már a második nagy jégkárát élte túl. Azonban nem csak a gazdaságban, a lakossági ingóságokban és ingatlanokban is nagy kárt okoztak a 4-5 cm átmérőjű jegek. Számos fotót és videót lehetett látni a közösségi oldalakon a pusztító viharról. Az Európai Unióban egyedül Magyarországon működik a teljes országot lefedő jégkármérséklőrendszer. Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztását követően szerda délután 1:30 magasságában bekapcsolták a megyében működő 37 generátort. A szupercella azonban körülbelül 10-11 km magasságban keletkezett, ami ellen ez a modern technika sem véd. Ez a rendszer csodákra nem képes, tehát például azt a jeget, ami a határon túli zivatarfelhőkben keletkezik, azt felolvasztani nem tudja, és a szupercellák esetében pedig a mérséklő hatás lép életbe, tehát hogyha például védekezés nélkül teniszlabda nagyságú jég hullana, akkor az diónagyságúra, hogyha diónagyságú hullana, akkor az cseresznye vagy borsó nagyságúra tudja mérsékelni, ezzel csökkentve a gazdasági károkat. A kárbejelentések folyamatosak, így még nem tudják, mekkora veszteség érte a gazdákat és a lakosokat a szerdai vihar miatt.